első könyv ebédig summája. Mikiben az karnevál, 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 Karnoval, olasz szó, tészi azokat a nagy fársági maskarás bálokat és mulatságokat, amelyeket az olaszországi nagyvárosokban kivált Velencében szoktak tartani. Tesz általában csak fárságot is. Itt személynek vételődik. Miképpen az karnevál nagi pompával kaposvárad bemenvén, holott is ebidől vala, és az matrikullát fölnittatja vala. Kin az dorottya kis azonnak lőn nagi buffulása. Éneklem a fárság napjait s dorottyát, ki látván a dámák bajos állapotját, karneváls az ifjak ellen feltámoda, s diadalmat is nyert pártára unt hada. Oly lármát, zerdülést, viadalt beszélek, amilyet nem láttam, mióta csak élek, amilyet nem említ semmi istória, meg nem merne tenni maga a francia. Miként insurgála Amazon módjára egy nagy dámatábor karnevál hadára? Vaj, ha méltóképpen le tudnám rajzolni, milyen vitézséggel tudtak ők harcolni, s miket vittek véghez felforrott mérgekbe, hát férhet íharag harag angyali szívekbe. Hát férhet így harag, sa többi, virgilnál, tanténe animis kólesztibus iré. Hát íharag harag élhet az égi szívekben, Vergilius Éneisz. Igazán, hogy minden századnak a végén nagy dolgok esnek meg a föld kerekségén. Fársági jó habzó butélia, Melytől a múzsákban gyúl a fantázia. Te tölts bé engemet élő spiritusszal, Hadd danoljak harcot én is, éniusszal. És te, nanét, tőlem szívességgel vedd el, Ha munkámnak becset szerzek szép neveddel. Legalább, ha a könyvem végig nem olvasod, Megpróbáltad rajta frizérozó vasod. A frizérozó vasat, mint sok olvasó nálam is jobban tudja, elébb holmi hányt vetett papírosan próbálják meg, hogy nem égeté nagyon. Ez is elég szerencséje sok szegény verseskönynek. Az örvendő fársán kiindult Budáról, tudósítást venni a magyar hazáról, s tromba szedni az új menyecskéket, összvejárt sorjába minden vármegyéket. Fejérvár és Veszprém csinos két vidéki teljes örömére szolgáltak őnéki. Majd szalának keskeny, de kies csúcsánál által jött a jégen Tihany hegyfokánál, s kiszálván Balaton szántódi révére az áldott országba Somogyba beérve. Löllén egy stációt csinálván magának, igyekszett a lengyel urak Tótiának, a tekintetes lengyel família Tótiról, Tóti pedig az említett famíliáról nevezi magát Somogy vármegyében. Tótiból, mint teljes kész lakadalomba, béhajtatott vígan a víg nagybajomba. Ez a nagybajom Somogynak közepén esik, sok urak lakják, kivált lakták ezelőtt. Az odavaló víg társaságokról láss egy tréfás megjegyzést, Korabinszki Lexikon von Ungárna Artikulus bajom. És ott, a ma magyar jószívű uraknál, Kik közt holdfélben is vidám szívvel laknál, Kipihenvén magát, Másnap késő reggel megindult kaposba parádés sereggel. Kapos fővárosa Somogy határának, S herceg Eszterházi dominiumának, Mely az elmúlt nyáron felette örvendett, Keblébe fogadván annyi úri rendet, kik a nagy szécsényi főispánságának hallatlan pompával s fényen udvarlának. Kapos, hol másként is igazságot tenni, a megye tisztjei szoktak menni. Kapos volt a vidámfárságnak is célja, hol szállásává lett a herceg kastélya. Itt nyugodott ő meg. Debezzeg előre nem tudta, mi szélvész támad jövendőlőre sokszor, hol örömre készülget az elme, ott lepi meg nem várt baja s veszedelme. Sokszor torrá válik a víg lakadalom, s a muzsikát ketté vágja a siralom. Így járt a fársáng is. De míg, még a lenne, hogy ez zűrzavarra múzsám reá előbb kell kezdenem elbeszélésemet. Fársági víg humor csiklány fel engemet. Dob, strombita szóval elhagyá már mérőt, kapos mérő, ahonnan nevezi magát a tekintetes mérei família, fekszik kaposfárhoz fél órányira. A fársáng vivén sok vezetőt, kísérőt. Ki szálon, ki lovon, ki csak gyalogjába, örömkurjantással siettek nyomába. Kiki elővette legcifrább köntösét, hogy fitoktathassa magát, pénzét, ősét. Villog az ezüstkard s az aranypaszomány, Virágzani látszik tőlük a tartomány, A szépség angyali, magyar szűz formába Leszálltak az égből a földi szánkába. Gyenge szívecskéik előre repesnek, Hogy még ma tört fognak vetni egy kegyesnek. Azért rendbeszedvén szemek s orcájokon, Ami csak bájolós, béható azokon, Köntöseikből is azt vették magokra, Ami jobban illik egy íj angyalokra, szívhalászó hajok drágaköves köves tője, húszínnyakok s fülök aranyos függője, rezgő billegéssel, amidől lengenek, minden érző szívben reszketést szerzenek. A szép kantuszoktól kirózsáldzott szának pompásabban díszlő tavaszt nem kívánnak. A sok slepp, az ala Bonapart svigánó, a rakoncák között suhognak piánó álljatok meg, kedves angyalkák, álljatok! Ímé e egy poéta siet utánatok, szánkáitok nyomát lantolva késéri, hogy társaságtokba vegyétek, azt kéri. Öröm innepteket danolni kívánja, aki rám nem hallgat, dűjjön fel a szánya Így szólék hozzájuk. De rám nem hallgattak, s helyett valamelyik szánkában nem adtak. Én hát csak utánok ballagék fáradtan, s ímé a pégazus előmbe lepattan. Felugráme szárnyas paripa hátára, felette repkedte mongol fír módjára. Mongol fír nevű francia találta fel Párizsban 1783 a levegő hajót, melyen azóta Blanchard úr, kiről az alábbi versekben szó lesz, sok ízben produkált, nevezetesen Bécsben is. Olvashatni erről a híres makináról a tiszteletes Fábián úr köznép számára kiadott Magyar Pszichikájában. Veszprém, 1803 A levegőjégnek felsőbb országából mindent pontról pontra láttam a szánkából. Ó, miket láttam én! Ó, miket csodáltam! Kivált a trompőzbe, ha lekokucskáltam. Ez a trompőz, franciául tompőz, magyarul csali ruha, olyan patyolatdomb, amelyet kevleikre az olyan dámák tesznek, akiknek nincs ott mit mutatni. Azt tartom helyesen. De idővel a módiból olyan fiatal és épp gráciák is felrakták, akiknek van mit mutatni. Már ez nem szinte oly helyesen. Mint mikor a külső princek mulattára udvari szánkázás csapat Pétervára. Pétervára, Petersburg, Petropolis, az orosz császár lakvárosa, ahol pompás szánkázások tartotnak. Péterváradját hibásan hívják sokan Pétervárának. Ennek igaz neve Pétervárad, Pétervárdín, Petrováradinum és éjszaknak minden szépsége pompáson láttatik egy néhány szánkában summáson. Szibéria minden nyusztal, hermelinnel, a cár udvarából kijön vegyes színnel. Az európai követek indulnak, árktósz dicsőségén csodálva bámulnak. Ilyen pompa volt itt, ennek látására így csodálkozással bámult kaposvára. Én pedig felettek az éter útjain, úgy lebegék vala pégazus szárnyain, mint midőn Blansár úr úszkált az Áerben, ben s egész Bécs bámulva nézte a Práterben. A lovak és szának öt osztályt tevének, öt járása szerint Somogy vármegyének. Öt szolgabírói járásai Somogy vármegyének ezek, Kaposi, Marcali, Igali, Szigeti és Babócsai. Vezette mindenik osztályt egy olyan nemes, ki gavallérs illenfő rangra érdemes. Bongorfi, egy dísze a magyar hazának, lovaglott előtte kapos zászlójának. Középidejű ő, de a virgonc termet és friss elme benne vígasságra termett. Különben is Bécsben s más külső országban eleget forgódott ő a nagyvilágban. Vidám a nézése, módos a ruhája, cifra s cifrán lépked büszke paripája. Marcali osztályát Cserházi vezette, ki e szép hivatalt meg is érdemlette, ha nézzük ruháját, s deli termetét, régi őseivel tündöklő nemzetét. Fiatal ő, van egy szép kis felesége, ebben van ő néki fő gyönyörűsége, kinek cafrangozott hintószánja meget pompáson vezérli a lovas sereget. Az igali népnek vezére volt Ecse, kinek sokra nézve lehetett így becse, ő a franc és német könyveket forgatta, a szép asszamblékat gyakran látogatta. Asszamblé, általában gyűlés, gyülekezett, különösen mulató társaság a nagyvárosokban és utvarokban. És ezzel oly tudományt szerzett ő magának, mely díszére lehet egy világfiának. Még a lóhátról is játszik a dámákkal, mulattatván őket sok elmés tréfákkal. A katonaságot viselt Bordács Sziget lobogója előtt katonásan igett. Torzomborz Bajusza eléggé mutatja, Hogy Bordács inkább más, mint Vénusz magzatja, De különben tudjuk, Vénusz mást kedveli, Bordács is, ez sok nyers dámáknál felleli. Tanult lova hortyogs, ugrándoz alatta, Uraszáján pereg, ilyen olyan adta. Szemővel egy módos ifjú gavallérral, babócsa érkezett gyönyörű manérral. Szelíd vezetője ennek a kolonnak, csak most adott kezet egy szép kis asszonnak. Mátkája portréját a melyén viseli, szája mosolygással, szeme tűzzel teli, kardja strikkolt a ruhája, kellemes lejtőt jár kisdet paripája. Öt fő vezetői hát ezek valának a somogyi sereg öt fő osztályának. Mindenik magával szép népet vezetett, mely zászlója alatt lóháton léptetett. A meglett idejű urak a dámákkal körültök, s utánuk csúszkáltak szánkákkal, melyekben, mint annyi égnek szülöttei, jöttek a somogynak mosolygó szépei, kik közt a szép Laura, szemőnek mátkája, olyan, mint Etelko a világ csodája. Képén olvashatni azt a boldogságot, amelyért kedveli szemő a világot. Másik számban madám Cserházi névagyon, szép kis ifjasszonság, még fiatal nagyon. A nagyvilág őtet galántul nevelte, melyel természeti kellemét emelte. Igéz, mikor játszik, Bájol, mihelyt táncol, Ha diskurál, minden szívet hozzá láncol. Muzsika, hímvarrás, könyvek olvasása, A finomabb érzés és erkölcs forrása, Édes versengésre ébresztették nemét, Díszeltetvén benne a szépség érdemét. Úgy fény lett egy másik szánon amália, Mint a majoránnál szendergő grácia. Azok a szépségek, kik vélevalának valának, meg annyi próbái voltak a hibának. Őtet úgy nézhetni, mint egy tökéletest, kinek minden ízén Vénusz egy Vénuszt fest. Mint midőn az ének setétes kárpítja, bakacsin szőnyegét kétfelé kinyitja, a hajnal pirosló orcája kiderül, Att lát felhőkből szőtt kantusa szétterül, úgy leng kétfelőről haja, mely fekete, úgy fénylik körül a rózsás tekintete, szeme két csillaga úgy derült ki erre, mintha két foszforus ragyogna egyszerre. Foszforusz, magyarul hajnalcsillag. Ez ama szép Vénusz planéta, mely mikor estve jár fel, Hesperusznak, esthajnalcsillagnak mondatik. Mosolygó ajaki fejlő rózsabimbók, melyeken cukorrá változik minden csók. Hószín nyakán örv van, mint a gerlicének, Gyengébb a harmatnál bőre szép kezének. Pihegcsélő melye domború két halma, A gyönyörűségnek szentelt aranyalma. De mit festem én azt, amit az isteni kéz is csak remekként akar teremteni? Elég, hogy ő olyan, mint az a rózsaszál, Mely a ciprisz melyén hasadófélben áll. Ciprisz nevet is visel Vénusz, a Ciprus szigetéről. Istenek, Istennék, ugyan milyen zsinat, mely ennyire borzaszt mindent érző inat. Mi harmóniátlan lárma jön fülembe, mintha nyolc kutya fizúgna egy verembe, vagy mintha az elfőt kása poffangana. Aha, itt jön egy szán, és benne két vény zsana. Beszélnek magok közt, az ördög tudja mit, Tán a szengelléri borsot vagy valamit. Szengelléri bors azzal tartja az együgyű nép, hogy a vén banyák éjszakánként megnyergelvén az embereket a Szentgellért hegyére járnak rajtok borsért. Dorottya az egyik, az öreg kisasszon, ki méltó, hogy reál örök párta asszon, mert úgyis már akkor viselt akkoszorút, hogy a burkusz kezdte a másik háborút mégsem oldhatta meg annyi sok esztendő, bár már 65 öt fűre lesz menendő, most is a legényért mindjárt kardra kelne, csak vén oldalához dörgölő fát lelne pedig már felszántott tisztes orcájának a bőrén lúdgégét könnyen csinálnának. Lúdgége névvel nevezik a Duna két melyékén a tésztának azt a nemét, amelyet a Tisza körül csigának hívnak. Ezt orsó hegyével kanyarítják meg egy kivölgyelt vagy kibarázdott deszkácskán, falu helyett pedig a szövőbordán. Úgy pislog, bihullott szeme két tájéka, mint a kocsonyába fagyott varas béka. A vénség béverte púderrel hajait, kitördelte kettőn kívül a fogait, úgyhogy, ha bélottyant ajakit kifejti, a hamut mamunak, a szözt pösznek ejti. Akár néz elaszott bőr és csont karjára, Akár két írhával bévont rakoncára, Lohat melyén csomó ruhák tekeregnek, melyek közt elhervat csecsei fityegnek, Mint két darab vackoros sűrű levélben, amely alatt fonnyat egész ősszel stélben, vagy mint midőn az ért uborkát leveszik, s a napon megaszván a kóc közé teszik. Egy hát szóval, nincsen már benne semmi épség, már elfelejtette nevét is a szépség. Mégis, lám, akinek kény litániázni, itt mér a fársánglók között botorkázni. Mellette, aki ül, az öreg orsolya, bíz az is csak olyan elcsiszolt korcsolya, s csak annyival különb Mamszel Dorottyánál, hogy asszony és ötször volt hűmen oltáránál. De abban ő rajta sem vág ki Dorottya, hogy néki is kedves még az Ádám botja. Igazán, hogy vén jáncs, vén asszonyt manó oly helyen is teker, ahol nem volna jó. Mit keresnek ezek fárság innepében, kik úgy látszanak a szépek seregében, mint mikor a rétnek virága kinyilva mosolyognak, és köztük áll két rothad gilva. Gilva, Gomba neme, mely rothadásnak indult gyertyán, bik és sziltörzsökön pesdül ki. De ám legyen, úgyis fársán van most éppen, maskalára nem lesz szükségünk eképpen. Az egész tábornak, opor fővezére mind az öt osztálynak volt teljes díszére. Mert nemes nemzete régen fényeskedik, s vitésséggel híres ősökkel kérkedik. Maga is az élet legszebb tavaszában nagy magyar gavallért mutat formájában. Fekete bajussza fedi vidám száját, árnyékozza barnán pirosló orcáját. Bátorsággal teljes két szeme forgása, természeti vitést mutat mozdulása, válla, melye, combjas, minden tetemei fővezérhez illők, s az ég főmívei. Nyusztos kapagján a kócsak bokrétája gyengén leng, ha fuvalla szellőre állja. Prémzett zöld mentéje fekete bárányjal szépen összeillik a skárlát dolmányjal. Rojt spaszamánt veres nadrágát drágítja, magyaros derekát aranyöv szorítja, almás paripáján cafrangok függenek, amelyek szitjai módra készültenek. Lova kevékedvén a rajtaülővel, hortyog, táncol, kapál, nyerít, délcegfővel, gőgösen megy elől, mint fővezér lova, a truppok kísérik és a szánok tova. Ekép ezer öröm és kiáltás között a mulatósereg sereg kaposba költözött. Karnevál a herceg kastélyába szálla, hol már elkészítve vala a bál szála. Lovokról az urak mindjárt leugrálnak, avagy szányaikból módosan kiszállnak, s főhajtva köszöntvén a szép angyalokat lesegítik fogott karokkal azokat. Így szedik a vidám népek, mikor megért a pirosló bakart és a fehér gohért, mint itt a jánkákat, különböltözetben, a egy Dáma szüretben. Megtele vendéggel már a szála szépen, és a dél órája is elérkeze éppen. Az urak mulatnak egyet más beszéddel, míg elkészülnének mások az ebéddel. Egyik azt vitatja, hogy Bonapárt megholt, másik miket csinált, mikor inszurgens volt. Egyik arról beszél, melyik jobb paripa, más, hogy az övénél nincs szebb tajték pipa. Némelyik dicsekszik futós agarával, vagy ennyi lépésre járó puskájával. A dámák előtt is forr sok matéria, Az a szép gavallér, kinek az úrfia? Az a jeles kantusz ugyan hol készüle? Az a fülönfüggő mennyibe kerüle? Miért van ennek s ennek most oly ritkasága? A kávé, a cukor, miért oly méreg drága? Míg eképpen űzik a terhes unalmot, várván az ebédet, hegedű, cimbalmot, ím a toponári zsidók békerülnek. A toponári zsidók, nevezetes muzikusok, toponár nevű mezővárosában Somogy vármegyének, mely a tekintetes festetics familiának uradalma Skaposvártól nem messze esik. És muzikájukkal helyekre leülnek. Hajdú, lokajáltal elkészül az asztal, mely már sok elvásott hasakat vigasztal, megfrissítő leves nyújtván a gyomorba, mely pacallá vált a tegnapi mámorba. Egy kicsin csendesség volt az ebéd felett, de az étel, ital, hevítvén a belet, s életvén azáltal a szív verőere, a vendégek kedve új életet nyere. Úgy is szokott lenni, hogy a leves alatt elzárja a beszéd útját minden falat, de már a hús után a diszkursz kezdődik, csak hogy még országos dolgokról vívődik. Majd a becsináltak hozzák a tréfákat, a viccet. Vicc, német szó, jelent elmészséget, hirtelen találó észt, és azt is, amit a franciáknál a bommó tészen, elmés mondást vagy erre ejtett találmányos feleletet. Mátyás királyt úgy adják elő mind a históriák, mind a regék, hogy a bommóknak barátja volt, és maga is szerencsés volt azokban, de az ilyen bomós lelket minden valóságos nagy emberekben feltaláljuk az egész világ históriáján keresztül. A bommó az anekdótákat. A sült megvettetve nézi az asztalon, mind törik a kacajt mind a két oldalon. És mikor a csemegét kezdik hordogatni, bezzeg auditort is írmagul kaphatni. E történt meg itt is, már az ebéd végén Liber atyánk és Kómusz a gégén. Liber atyánk, azaz Bakhusz, Kómusz pedig a vendégségnek hajdani istene. Már a nyájasság is pillangó szárnyakkal repkedvén enyeleget s játszott az urakkal. Víg öröm és tréfa ült minden homlokon, gráciák cicáztak, dámák pillájokon. Már a galánt lelkek nem győztek nevetni, sok szemek kezdenek együtt beszélgetni. Barátság és szerelem köztök múlatozik, a vígság zászlója alatt alkudozik. Míg a toponári azsáfok szép számmal mulatják az asztalt muzsika édes áriákat amfion módjára, vagy fürgettust húzván az ivók számára. Végre a vendégek, hogy megelégültek, és már minden poszpásztok asztalra kerültek. Parancsol karnevál, töltsenek borokat, s a közegészségért igyák meg azokat. Maga egy nagy pohárt, mely arany egészen és drága kövekkel csillagzik sok részen, és amint mutatják a jelek oldalában, a kupa hercegé vala hajdanában. Kupa herceg, nagy és nevezetes fejedelem volt a Somocságon Szent István király idejében. Egy nagy pohárt megtölt zákányi jóborral. Zákány, nevezetes helység Somogyvár megyében, nem messze a drávától. Tartozik a méltóságos gróf Szécsényi família uradalmához. Borai híresek és kelendők. S fejet hajtván minden vendéginek sorral, Adja Isten, így szól, többször is, másszor is, hogy így megviduljon köztünk a komor is. Más egészségéért, a magunk hasznára, eresszük ezt a bort a többek útjára. Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét, éltesse vármegyénk új vejét és menyét. Éljen a barátság köztünk s a szerelem, aki engem szeret, igyék egyet velem. A vendégek erre éjjent kiáltanak, a muzsikák pedig örömtust rántanak. Tajtékzó poharát karnevál kiissza, s az urak proszitot kiáltanak vissza. Mind elcsendesednek az egész szálába, és karnevál felállván bársony trónusába, az egész népséget körül megtekinti, s felvont szemöldökkel figyelemre inti. Híment, egy kellemes termető fiatalt, ki visel generál nász nagy hivatalt, felszólítva ülőszékből mellőle, a nagy mátrikulát előkéri tőle. Hímen a székéből elfordulván balra, egy potrohos könyvet feltesz az asztalra. Még a Kalepinus tíznyelvű grapsája, Kalepinus, Ambrusz, Augustinánius barát volt a 15. században, egy nagy deák dikcionáriumot írt, melyhez idővel 9-10 nyelven való magyarázatokat adtak, és a felsőbb időkben híres munka volt a tudósoknál. Most is haszna vehető. Van némely kiadásában magyar nyelv is mellette. Született ez az ember Kalépióban, Bergámó városa mellett, és a nevet hazájáról vette vagy a kazuisták teológiája hozzá képes tetszik finger kalendernek, vagy etuiszbe illő dirib darabszernek. Etuisz, francia szó, általában minden tokot tesz, amiben sok darab holmi tartatik. Különösen pedig, és itt jelenti azt a kis cifra tokot a dámáknál, amelyben apró kés, tükör, pugilláris, szagos üveg, etc. vagyon. E nagy könyvben fel van jegyezve sorjába minden dámák neve promemóriába, akik már 12 esztendőt elhattak, hanem 64-et még meg nem haladtak. Mert ez a két határ amaz epokában, melybe más melyben még van tűz a dámában. Aki az időneke két pontja közt van, annak, mint meg annyi angyal olyan a kan. Legyen kicsiny vagy nagy, Szelíd, vad, vén vagy hűlt, mégis elvágja az hidd, ameddig megsült. Mindezeknek nevek, hát lajstromképpen, felvagynak a ma nagy könyvbe írva szépen, és akik elvagynak véve vagy jegyezve, egy veres keresztel vagynak megjegyezve. De ah, benne, amint odakandikáltam, igen kevés veres keresztet találtam. Elég, hogy a dámák 64-től fogva esztendő szám szerint voltak itt kiosztva, akik pedig örök pártába maradtak, nevek mellé asszú függőcskék irattak. Karnevál a jegyzőkönyvet kinyittatja, és előbb Curióz keresztül forgatja, aztán kikeresvén Somogy rubrikáját, Hímennek kezébe adja a pennáját. Hímen hát a pennát dugja a füléhez, s karnevál is így kezd beszélni népéhez. Urak, asszonyságok, tudjátok tisztemet, amely most közzétek vezérlet engemet. Ím én azért jöttem ide mostanában, hogy tudjam, ki van még, s ki nincs már pártában. Hogy megköszönthessem az új asszonyokat, s más fársánggal férhez adhassak másokat. Igaz, hogy a mennykő vén Dubranovszkija Stanislus Dubranowski matematikus és kalendárium csináló volt a 18. században. Már elkomorítván a hipokondria, és lén a más gyönyörűségeit, kurtára szabta ki a fárság ideit. De meg is azt tartom, elég idő annak hat hét is, akiben virgonc erek vannak. Sőt, öt hét alatt is férhez lehet menni, akit a legények el akarnak venni egy hét leánynézés, második szeretés, harmadik, negyedik, ötödik hirdetés. Most nincs egyéb hátra, hanem hogy tudhassam a férhez menteket is, őket felírassam. Írja, notáros uram! Hímen hát szépszerrel megtöltvén bennáját veres cinóberrel, amint a társaság maga jelentette, a férhez menteknek nevét feljegyeztette. Karnevál elbámult, mely kevés a számok, akiknek készülnek a Vénusi hámok, látta milyen sokak itt a szubjektumok, de sem kopulályok, sem prédikátumok. Látta, mely szomorú képpel busonganak, akiken különben rózsák virítanak, és mint rideg viollák a puszta homokon, rideg annyit tesz, mint egyedülvaló, magános, például rideg fa, rideg marha, rideg legény, stb. Magán sírnak únt árvaságokon. Látta, hogy dorottya, és akik már vénecskék, Dovognak magokban, hogy ők nem menyecskék. Egy-két fogacskájuk csikorok szájokba, A vénség ráncait szedik több ráncokba. és mint a világa únt és megszáradt avar, Avar, azaz lábán maradt száraz jepfű, Melyet a homályos déli szél felkavar, Mindenik úgy susog és morog magában, elélt idejének kelletlen voltában. Ezt jól észbe vévén karnevál ezennel helyére téteti a könyvet hímennel, és hogy a kedvetlenség több erőt ne védjen, és netán az örömben nagyobb csorbát tégyen, látván, hogy poszog már sok asszú pöfeteg, s az ifjaknak lábát bántja a viszketeg, mond, hozzanak elő máslás butelliát, készítsék a zsidók a kanafóriát, jöjjön az asztalra Auszprug és Piskóta, Auszprug vagy Ausbrug néven Ejti és issza a német, a magyarok asszúszőlőborát. borát. Azután perdüljön mindjárt egy friss nóta. Meglett. lett az urak ivának, a dámák feketén egyet kávézának, és asztaltól felkelvén proszit kívánással udvaroltak orca és kész